Köszöntöm nézőinket! 2022-re Tolnaváros nagy beruházásokat tervez, de így volt ez 2021-ben is. Hogy mi minden valósult meg ebben az évben, és milyen tervekkel fordulunk a következő esztendőre, erről beszélgetünk Apelszófer Ágnes polgármester asszonnyal, akit köszöntök és köszönöm, hogy vendégül látott minket itt a polgármesteri irodában. Jó napot kívánunk, én is köszöntök mindenkit, és valóban nagy terveink voltak, és ezeket részben megvalósítottuk, részben tovább álmodunk, és nyilván azóta vannak új terveink, hiszen a következő uniós pályázati ciklus előtt állunk, tehát most születnek majd meg azok a tervek, amelyeket a jövőben szeretnénk megvalósítani. Az elmúlt évben, ugye már a 2020-as évben már látszott, hogy a 21-es évet is a világjárvány befolyásolni fogja. Egy kicsit óvatosan terveztük a költségvetéskor a beruházásokat, itt most azokra gondolok, amiket saját bevételből valósítottunk volna meg, hiszen nyilván azok a korábbi pályázati beruházások, azok mentek a maguk útján. Értem itt ez alatt a kerékpárút építést, amit a nyáron sikerült véglegesen átadnunk a nagyközönség számára. Ez egy nagyon-nagyon régóta vágyott cél volt az itt élőknek és a faddiaknak is, és végre ebben az évben be tudtuk fejezni a kivitelezést, most gyakorlatilag a pályázat zárása folyik a napokban. Ez egy többes célt kiszolgáló út. Igen, hát hivatalosan a pályázat szerint ez egy hivatásforgalmi kerékpárút, de nyilván nem csak munkába járáshoz használják ezt a rajta közlekedők, hanem az aktív turizmus résztvevő is nagyon szívesen járnak a kerékpárúton. De gyakorlatilag még a szalagátvágás előtt birtokba vették ezt a kerékpározók, és nem csak a kerékpározók, hanem a futók is egyébként, hiszen kerékpárúton azért futni is lehet. Nagyon-nagyon boldog voltam én is többször át kerékpároztam Domboriba és Fadra, és rengetegen használják, nagyon sokan fotózkodnak rajta. Tehát azért ez egy olyan öröm egyébként, amiért érdemes mondjuk polgármesternek vagy képviselőnek lenni, amikor az emberek örülnek annak, amit mi meg tudtunk valósítani. De ez egy cél, ami megvalósult, de nyilván szeretnénk akár a kerékpárutat majd a jövőben bővíteni. Ez a projekt, ez gyakorlatilag a Dunaparttól indul, és egészen Faddig, illetve Faddomborig vezet. Szerettük volna már ebben a projektben is a városban lévő kerékpárutat, vagy kerékpárnyomot is, ami Tolnát Mőstelepülés résszel köti össze, felújítani. Ez ebben a pályázatban nem fért bele, de mi bizakodóak vagyunk, hogy a következő pályázati ciklus tervezésekor mindenképpen szeretnénk, hogyha a településen belül lévő kerékpárutat is meg tudnánk építeni, illetve Tolnát, illetve Mőstelepülés részt Szekszárdal össze tudnánk kötni. Fácánkerti polgármester úr megkeresett bennünket, és éppen az elmúlt testületi ülésen döntöttünk arról, hogy nagyon szívesen együttműködünk a fácánkertiekkel abban, hogy a két települést is kerékpárút kösse össze. A fácánkertiek, a Fácánkert község önkormányzata fog pályázni a jövőben erre a beruházásra, és nyilván mi ebben partnerek vagyunk, hiszen minél több települést meg lehet közelíteni kerékpárral, annál kevesebben, vélhetően annál kevesebben fognak más autót, buszt használni, és ez nyilván nagyon fontos, akár a károsanyag kibocsátás szempontjából, akár pedig az egészség megőrzése a sport szempontjából is. Ezzel párhuzamosan, vagy majdnem párhuzamosan elkészült egy nagyon fontos beruházása a városnak, bár nem saját kivitelezésű volt, a főút gyakorlatilag teljesen megújult. Igen, nagyon hálásak vagyunk a Magyar Közútnak, mert ezt teljes egészében ők bonyolították le. A projekt gyakorlatilag az 51-12-es útnak a felújítása, egészen a 6-os úttól, tehát a Vöröskereszt csomóponttól, Tolna Mőstelepülés részt is ideértem, Tolnán átvezet, és Fad, illetve Dunaszentgyörgynél megy ki vissza a 6-osra, tehát ez egy nagyon komoly beruházás volt. Én azt gondolom, hogy ugyan kisebb hibák voltak, ezeket a kivitelező folyamatosan javítja,
Én azt gondolom, hogy remekül sikerült, és végre egy tényleg nagyon, nagyon modern közlekedés biztosítható így a városba, és biztonságos közlekedés, tehát nagyon fontos az is azért, hogy a régi letöredezett útpatkán közlekedtek korábban a kerékpárosok, ugye ott szükségszerűen ott tudtak közlekedni, és azért most ez egy tényleg egy nagyon szép és széles út, ahol van, ahol szűntek meg sávok a városközpontban, Szekszárdi utcában például, de ez mind-mind azért volt, hogy a biztonságos kerékpár közlekedést biztosítani tudják. Én azt gondolom, hogy ha egy kicsit az autósok nagyobb figyelmet fordítanak a kerékpárosokra, és nem felejtik el azt, hogy sokszor ők is szoktak kerékpározni, akkor megfér egymás mellett a kerékpáros és az autós közlekedés, még úgy is, hogyha egy sáv megszűnt az úton. Ezek a fő útirányok, de a város belső útjain is jelentős fejlesztések zajlottak. Igen. Ez az év valahogy úgy sikerült, hogy több utat is sikerült, több utca útburkolatát is sikerült megújítanunk. Két belügyminisztériumi pályázaton elnyert forrást is ebben az évben sikerült elköltenünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugyan egyetlen egy utcával még adósak vagyunk, itt a Napraforgó utcára gondolok, de azon kívül minden utcában van szilárd útburkolat, ezek nem jó minőségűek, de közlekedni lehet rajtuk. Nyilván a cél az, hogy ezeket folyamatosan fel tudjuk újítani, de irgalmatlan magas összeg az, amiben egy út felújítása is akár kerül. Úgyhogy mi minden évben a belügyminisztériumhoz pályázunk, és szoktunk is nyerni egyébként minden évben. Ez az év ez olyan volt, amikor még a tavalyi évi pályázatot is most költöttük el, és az idei évit, úgyhogy összesen így 6 utca vagy utcarész tudott megújulni. És azért itt elmondanám azt is, hogy az év végén kaptunk egy nagyon jó hírt, megjelent a magyar közlönyben az, hogy Tolnaváros kapott 184 millió forintot a magyar kormánytól út és járda rekonstrukcióra. Még a nyáron országgyűlési képviselő úrral, Horváth Istvánnal beszélgettünk arról, hogy nagyon rossz állapotban vannak az utak és a járdák, és ő biztatott arra, hogy kérjünk esetleg támogatást a kormánytól. Mi elkezdtük, néhány utcának elkezdtük, a legrosszabb állapotú utcáknak elkezdtük a feltérképezését, rekonstrukciótervest készítettünk, és ezeket benyújtottuk a kormányhoz. Szerencsére pont szinte napra pontosan ugyanabban az időben kaptuk meg a pozitív támogatói döntésről az értesítést, mint amikor a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatódott, és így az elmúlt testületi ülésen már nem feltételesen, hanem tudtunk dönteni véglegesen arról, igen, hogy ki lesz az a kivitelező, akivel. Hát az idén már nem, de a jövő évben, ahogy az időjárás engedi, el tudják kezdeni az út és járta rekonstrukciókat. Milyen a viszonya a város irányításának az itt működő gazdasági egységekkel, akik az adójukkal támogatják a város elképzeléseit? Nagyon jó a kapcsolatunk a helyi nagyvállalkozókkal. Éppen a héten beszéltem a Tolnatext és a Fastronnak az ügyvezető igazgatóival. Részben az miatt, hogy állnak a Covid-dal, tehát hogy a dolgozóik mennyire érintettek a betegségben. Hát itt nem voltak annyira jó hírek, hiszen nem csak a Fastronban és a Tolnatextben dolgozókat, hanem mindenki mást is azért érint a városban a Covid. De mindannyian arról számoltak be, hogy teljesíteni tudják az év végére azokat a célokat, amiket kitűzték maguk elé. Úgyhogy nagyon örvendetes az számomra, hogy ugyan a 2020-as és a 21-es évet is óvatosan kezdtük, mert hogy nem tudtuk a tervezéskor, hogy mennyi adóbevétel fog befolyni a városba, vagy a város költségvetésébe. De nagyon jó hírek érkeztek eddig, a tavalyi évben is, és az idei évben is, és én azt gondolom, hogy,
hogy mindazokat a célokat tudták ők is teljesíteni, amiket kitűztek, és így várhatóan mi is tudjuk teljesíteni. Egy jelentős intézményhálózatot működtet a város. Voltak a fennakadások ebben a működésben, és mi okozott feszültségeket, ha okozott? Hát ami feszültséget okozott, az a világjárvány. Egyébként én azt gondolom, hogy a biztonságos működés az végig biztosítva volt minden, valamennyi intézményünk részére. Tehát értem itt a családsegítő központot például, ahol ugyan társulásban látjuk el ezt a tevékenységet, de biztonságos volt a működés itt is. Az év végére egy kis porszem csúszott a gépezetbe, az idősek nappali ellátásában dolgozó kollégák lebetegedtek, és így az utolsó egy hónapra be kellett zárnunk a létesítményt, mert hogy nem volt, aki az idősekről ott helyben gondoskodni tudott róla, vagy volna, de én azt gondolom, hogy azért ők nagyon-nagyon odafigyelően és nagyon gondoskodóan dolgoztak egész évben. Nyilván azokat a veszteségeket, amiket akár Covid, akár más miatt rosszul érintette őket, tehát a bent élőket, vagy az ott gondozottakat, azért ezeket igyekeztek tompítani, mert hogy az nagyon sok volt a feszültség itt a betegségek és a tragédiák következtében. Én azt gondolom, hogy ők is ott remekül végezték a dolgukat. A Tolnai Kulturális Központ is ugye ilyen felemás módon tudott működni. Nyilván, amikor a járványügyi intézkedések engedték, akkor voltak rendezvények, akár nagy rendezvények is. Ugyan nem a Dunaparton volt az idén a Bárka Fesztivál, de legalább volt Bárka Fesztivál kint a laktanya udvarában, és aztán volt ez az őszi hacacáré, ami itt a Hősök terén volt október elején, és most az adventi rendezvények is azért elég jól lebonyolódtak. Voltak nagyobb létszámú események is, voltak kisebb létszámú események is. Én azt gondolom, hogy lehetőségekhez képest azért mindent megtettek ők azért, hogy abba a sávba, amit a járványügyi intézkedések engedtek, abba azért nagyon, nagyon sok mindent kínáltak, és szerencsére az itt élők, azok igénybe is vették ezeket a szolgáltatásokat, tehát akár színházba, koncertre lehetett menni, akár kézműves foglalkozásra, kiállítás megnyitóra, tehát nagyon sok program volt mindezek ellenére. Az üres időszakban pedig egy kicsit helyrepofozták azokat a dolgokat, amik az utóbbi évben elmaradtak, itt ilyen belső kisebb karbantartásokra gondolok, fokozottan figyeltek nyilván a takarításra, egy kicsit jobban rendbe szedték ott az udvart és a létesítmény környékét, és aztán készültek mindig valamivel, amit nem lehetett tudni előre, hogy meg lehet-e tartani, vagy nem. Jó esetben meg lehetett tartani, úgyhogy én még egyszer mondom, hogy nagyon sok színes rendezvény volt az intézményben. A városnak van egy gazdasági társasága, a Telen, a Kft., akik ebben az évben plusz feladatokat is kaptak a megbízótól. Hát év elején úgy döntöttük, ugye az év első harmadában még a polgármester gyakorolta a képviselőtestület hatáskörét, de azért én kikértem a képviselőtestület véleményét, és gyakorlatilag az ő beleegyezésükkel hoztam meg azt a döntést, hogy a városüzemeltetés és az intézmények üzemeltetését, karbantartását egy kézbe tettük. Ugye korábban a Telen, a Kft. Inkább a város üzemeltetése, most itt a közterületek gondozására gondolok, zöld felületek gondozására, kátyúk javítására, vagy síkosságmentesítére, ez volt a Telen, a Kft. Feladata. Az úgynevezett Tolna intézményműködtető központ végezte az intézményeknél a gyakorlatilag az épületek üzemeltetésével kapcsolatos teendőket, tehát karbantartásokat, javításokat, és voltak a közfoglalkoztatottak, akik zömmel közterületen végeztek feladatokat. Úgy gondoltam, hogy ezeket egy kézbe kéne tenni, és gyakorlatilag a Telen, a Kft.-hez került minden. Mi ezt gazdaságilag megnéztük, hogy kéne racionalizálni. Nyilván itt az a lehetőség merült fel, hogy a Telen, a Kft.-t szüntetjük meg,
és az intézmény végzi ezt a feladatot egyben, vagy az intézményt szüntetjük meg, és a Terna Kft. Marad, végül az utóbbi mellett döntöttünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jól mennek a dolgok. Ügyvezető igazgató úr, aki egyébként a Tolnai Intézmény Működtető Központnak a vezetője volt korábban, Bauer Józsefnek hívják. Nyilván nem könnyű feladatot kapott, mert ez nagyon-nagyon sokrétű feladat. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy, hogy az összes óvodában, vagy itt a Városházán, vagy a Családsegítő Központ létesítményeiben minden apró karbantartási feladatot ők végeznek el, a sportcsarnokok beosztása és karbantartása is a Terna Kft.-ben történik. Mindemellett pedig ott maradt nekik a fűnyírás, a meccés, a sikosságmentesítés, a parkok rendbetétele, a kátyúzás, a járdajavítás, tehát nagyon-nagyon sokrétű az a feladat, amit ők végeznek. Én azt gondolom, hogy mindenki a maga helyén végzi a dolgát, ami óriási probléma, nem csak a Telena Kft.-ben, hanem mindenütt máshol is, az a munkaerőhiány. Tehát a humán erőforrás hiánya, az minden intézményünkben jelentkezik. Tehát mondhatom azt, hogy itt a Városházán is nehéz pótolni egy-egy nyugdíjba vonuló, vagy más munkalehetőséget választó kollega pótlását. És nyilván, hogyha valakit találunk is, akkor az a, itt nem szoktam mondani, nem kész embereket kapunk, hanem hát nyilván itt be kell, itt van egy tanulási folyamat, amit véghez, igen, és hát sokszor egy fél év, akár egy év is az, mire valaki átlátja egyáltalán a hivatal vagy az önkormányzat működését, ez azért nehézséget okoz. És ugyanez van mondjuk a Teren a Kft.-nél is. Tehát, hogyha nyugdíjba megy egy kollega, aki egyszerre ült a fűnyíró traktoron és télen meg a sószórón, akkor őket is nehéz azért pótolni. Vagy aki csukott szemmel tudta, hogy melyik utcába, melyik járda rossz, vagy melyik parkot kell nyírni, nehéz ezeket az embereket pótolni, de hát igyekszünk, és remélem a jövőben ez azért tudunk foglalkoztatni a jövőben is embereket, megfelelő embereket. Új lehetőségek nyílnak a járásközpontok előtt, elsősorban a TOP Plus program bevezetődésével. Milyen célokkal indulnak ebben a pályázati szakaszban? Ugye ez más rendszerben pályázunk, mint az előző pályázati ciklusban. Ez azt jelenti, mint ahogy mondtad is, hogy Tolna járásszékhely településként jogosult, majdnem 4,5 milliárd forint pályázati forrás, TOP pluszos pályázati forrás lehívására. Ennek a feltétele az, hogy egy fenntartható városfejlesztési stratégia készüljön, amiben ezeket a célokat kitűzzük. Ez folyik most egyébként, tehát ez már folyamatban van. Éppen a napokban kerül nyilvánosságra az a kérdőív, amiben megkérdezzük a lakosságot, hogy ők mit tartanak fontosnak. És hogyha ez a tervezés befejeződött, akkor előbb a megyei önkormányzathoz kell ezt benyújtanunk, aztán pedig az irányító hatósághoz, aki ebben az esetben a pénzügyminisztérium. És ha ők jóvá hagyják ezt a stratégiát, akkor gyakorlatilag jogosultsági alapon megkapjuk ezeket a forrásokat. Ez azt jelenti, hogy közben ezeknek a projektelemeknek az előkészítése, tervezése folyik, hiszen ahhoz, hogy meg tudjuk satszolni, hogy mi az, ami ebbe a nagy kalapba belefér, ahhoz azért egy nagyon pontos előkészítő munka szükséges. Például nagyon sürgetővé vált már a csapadékvízelvezetés problémája, ami várhatóan egy része lesz ennek a 4,5 milliárd forintnak. Aztán nagyon szeretnénk a közintézményeket még tovább korszerűsíteni, tehát azok, amik kimaradtak korábban, ugye az előző ciklusban iskolaépületek korszerűsítése, energetikai korszerűsítése volt. Szeretnénk az óvodákkal folytatni, és az óvodákban, ha nem is energetikai korszerűsítés, de mondjuk a mosdók, konyhák felújítását, vagy az udvarok csinosítását mindenképpen szeretnénk ebbe beletenni. Szeretnénk a korábban említett kerékpárutat is megépíteni, ami Tolnát Szekszárddal köti össze.
Aztán szeretnénk a Dunapart projektet is folytatni, hiszen az előző ciklusban a Dunapart egy jelentős része megújult, de van néhány elem, ami nem fért abba bele. Azt is meg szeretnénk valósítani. És persze vannak olyan álmaink is, amik várhatóan nem a top plusz forrásból fognak megvalósulni, hanem valamilyen más forrásból, és itt újra elmondanám, hogy a Tolnai Duna az valamennyiünknek szívügye, és nem adjuk fel. Mindent meg fogunk tenni, hogy ott is pontot tegyünk a dolog végére, és ez azt jelenti, hogy az élő Dunával össze tudjuk kötni, tehát a folyamatos vízpótlást biztosítsuk, és a meder iszap kotrását. Nagyon jó hír az is, hogy néhány héttel ezelőtt voltunk egy megbeszélésen, amiben a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség elnyert 100 millió forintot a három dunai holtágnak a megtervezésére, tehát a rehabilitáció megtervezésére, és kettő vízjogi létesítési engedélyére is. Ez azt jelenti, hogy a Tolnai, Faddi és a Bogyiszlói Dunaágakat egyben szeretnék kezelni. Nyilván mind a három ugyanolyan fontos. Én azt gondolom, hogy ez az első lépés, de ez a top pluszból nem fog tudni megvalósulni, hiszen ez a miénk ráadásul Natura 2000-es terület, tehát a Dunadráva Nemzeti Park része, vélhetően más megoldások lesznek, mint akár a Faddi, akár a Bogyiszlói holták tekintetében. Ezt mi önerőből nem fogjuk tudni megvalósítani, már a tervezést sem, mint ahogy mondtam, hogy 100 millió forint csak a tervek elkészülése. Tehát ez egy olyan horderejű beruházás, amit de mindenképpen szükség van, a forrását pedig majd a tervek elkészülte után fogjuk megkeresni. Mikor lenne elégedett, ha jövő ilyenkor itt beszélgetünk? Ez érdekes, mert az ember mindig, amikor valamit teljesít, akkor utána mindig valami új dolgot szeretne. Éppen a napokban volt itt nálam egy felmérést készítettek, szintén egy ilyen stratégiai tervezés céljából, és kérdezte itt a kérdező, hogy milyen várost szeretnék én mondjuk 10-20 év múlva. És mondtam, hogy olyan várost szeretnék, amiben nagyon sok a gyerek, a fiatal, és nagyon sok a zöld terület. Mert hogyha gyerekek és fiatalok lesznek a városban, akkor lesz munka, lesznek olyan közintézmények, ahol jól érzik magukat az itt élők. Tehát én azt gondolom, hogy a cél, a hosszú távú cél az mindenképpen az, hogy minél többen éljenek a városba, mert ez azt jelenti, hogy jó itt élni a városba. Nekünk az elkövetkezendő fél évben az lesz a feladatunk, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, amivel ezt hosszú távon el tudjuk érni. És aztán, ha ez a stratégiai tervezés befejeződött, akkor pedig az lesz a feladatunk, hogy ezeket formába öntsük, és ezeket a pályázatokat megírjuk, benyújtsuk, és én azt gondolom, hogyha ilyen lesz az év, akár gazdaságilag az önkormányzat számára, akkor én boldog leszek. Mert hogy 2006-ban, amikor még én először képviselő lettem, akkor több száz millió forintos szállítói tartozással vettük át a várost. Ma pedig több mint 200 millió forint tartalékunk van egyébként. Tehát évvégén várhatóan több mint 200 millió forint tartalékunk lesz, amit fejlesztésekre, tervezésekre tudunk fordítani. Én azt gondolom, hogy ez a 15 év alatt ez óriási dolog. Úgy, hogy egyébként jól működött a város, és nagyon sok mindent sikerült megvalósítanunk. Nyilván mi ezen a pénzen nem ülni szeretnénk, hanem ezt a tolnaiak, mözsiek javára szeretnénk felhasználni, és én nagyon örülnék, hogyha mindenki boldog lenne. Tehát, hogyha olyan beruházásokat, olyan programokat tudnánk megvalósítani, amik az itt élőket szolgálnák, és kiszolgálnák. Tehát én szeretném, hogyha akár programok, akár ilyen soft projektek keretében olyan projekteket tudnánk megvalósítani, amitől az itt élők, amikben örömüket lelik, és akkor én azt gondolom, hogy egy boldog polgármester leszek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.
Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!